Látom, elég szép számban együtt vagyunk, és azokért, akik nem voltak itt az elmúlt estéken, megismételném, hogy a világosságról szólt a téma, mit jelent hívőnek lenni a világban, mit jelent a világnak az, ha hívőket lát ebben a világban, igazi világosságot tapasztal. Erről szolgál Püke Sámuel testvér hétfőn kedden. A tegnap este pedig az egyik nagy kérdés az volt, hogy honnan jössz, ha jól tudom, Valafrigyes testvér szolgál a témakörben, és ezen az estén pedig hova mész? Ez a kérdés, amire úgy gondolom nem nekem kell választani elsősorban, hanem szeretném úgy megvilágítani Isten igének fényében ezt a kérdést, hogy mindenki tudjon nagyon biztos választ adni erre a kérdésre. És ne csak úgy válaszoljunk, mint a Székelyföldön Homorult Szentmártonban szoktak. Ott sajátosan kommunikálnak egymással az emberek. Amikor oda költöztünk, a feleségem éppen csak ízlelte, milyen is a székely nyelvjárás, szokta a székelyföldi levegőt, és úgy köszönnek reggel az emberek egymásnak, mint máshol. Jó reggel, jó reggel. De rögtön utána, ha már ismerősről van szó, tehát idegenekkel nem, ha már ismerősről van szó, akkor azt a kérdést is felteszik, hova mész? Jó reggel, hova mész? Ezt így egyben mondják. Amikor a feleségem is már kezdett ismerős lenni, őt is így fogadták, hogy kilépett a kapun, kenyérért, a tejért, mikor, miért ment. Jó reggel, vagy szia, hova mész? És ő elkezdte sorolni, hogy ide megyek, oda megyek, közben az illető már ment is tovább. És egy kis időbe került neki ezt feldolgozni, hogy nem arról van szó, hogy levegőnek nézik, hanem ez a szokás. Elmennek egymás mellett az emberek, és megkérdezik, hova mész. És megfigyelt, hogy mások milyen válaszokat adnak. Elé felé. Csak ide nél. Éppen csak a központban. És ilyen semmit mondó válaszok voltak, és ment mindenki a maga dolgára. Hát lehet így is érdeklődni a másiktól, hogy hova mész, és nem is akarja tudni az illető, hogy mi van a másikkal, honnan jön és hová tart. Kívánom, hogy ezen az estén, ha valaki meghallja azt a kérdést, hogy hova mész, azt vegye nagyon komolyan. Isten nem azért kérdezi, vagy én nem azért fogom kérdezni, mert nagyon nem érdekel, hogy mi történik veled, holnap, vagy az utolsó napon, és amikor itt leoltják a villany, megy mindenki a maga dolgára. Nem. Komoly válasz kell szülessen erre a kérdésre. Isten igéből fogok olvasni a Jónás próféta könyvéből. Kérem, hogy nyissuk meg a Bibliánkat Jónás próféta könyvének első részéhez. Jónás próféta könyvének első részét, és a második részből az első verset olvastam fel. Isten igéje iránti tiszteletből álljunk fel, és hallgassuk a Szent Igét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Társisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, találtott egy hajót, amely Társisba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Társisba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő olmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl! Kiállts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el.
Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyere, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónás lesz. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt neki. Héber vagyok. Az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta neki. És ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyen? Majd ezt kérdezték tőle. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt. Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram! Ne vessünk el miatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és azt lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Szeretnék még a megváltótól is idézni egy ige verset Máté evangéliumának 12. részéből, a 40. vers. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy van szabad hozzánk. Kérdezel, miután te mindent megtettél azért, hogy szólhass és kérdezhess bárkitől, bármikor. Kérünk, hogy cselekedj ezen az estén is. Amen. Amen. Tegnap már feltették azt a kérdést, hogy honnan jössz. Lehet, nem mindenki mondta el részletesen, hogy honnan jössz, otthonról, vagy távolabbról. Ma este se tudnám mindenki elmondani azt részletesen itt, most, hogy honnan jött, de én elmondhatom. És szeretném ezzel kezdeni. Az én testvérem bemutatott, hogy érszülősi lelkipásztor vagyok, az érszülősi gyülekezetben és körzetben szolgál. Hát, jelen pillanatban is onnan érkeztem, de reggel még nem ott voltam. Néhány napig feleségemmel voltunk együtt Nászúton. Minden évben szoktuk ezt gyakorolni, és két-három napra valahova elmegyünk azért, hogy együtt legyünk, és az Úrral legyünk. Amikor se gyermekek, se más testvérek nincsenek körülöttünk. És reggel, amikor imádkoztunk ezért az estéért, az Úr nagyon a szívemre helyezte azt a gondolatot, amit szeretnék megosztani néhány pontban az egybegyűltekkel. Először úgy gondoltam, amikor az én testvéreim megadták a témákat, hogy Jónás proféta könyvéből fogok igéket olvasni, és azt fogom mondani, hogy kétféle ember, mert ugye itt olvasunk Jónásról, az Isten szolgájáról, és olvasunk a hajósokról, az utitársakról, a teljesen istentelenekről, pogányokról. Kétféle irány, Ninive és Társis, és az egy megoldásról, amit ezek a hajósok láttak, amit Jónás látott, és amit az Úr Jézus kínál önmagában. Aztán arra is gondoltam, hogy két
féleképpen fogom feltenni a kérdést. Először azoknak, akik még nem is hallottak az Úrról, nem is ismerik Jézus Krisztus atyát, a világ teremtőjét, nem is tisztelhették őt ezért, és aztán majd megkérdezem azokat is, hogy hova tartanak, akik már az Úr gyermekei. Mert hát evangelizáció vagyok, és evangelizációs alkalomkor elsősorban azok felé kell szólni, akik még távol vannak az Úrtól, hiszen ezért is rendezzük az evangelizációs alkalmakat. Legyenek olyanok, akik még sohasem hallottak az Úrról, halljanak róla és döntsenek mellette. Aztán megértettem az imádkozás után, hogy nem kell ennyire túlsúlyoztatni. És nem kell ennyi felé aprózni az embereket. Elég, ha csak arról az emberről hallunk, Jónásról, aki Isten szolgája volt. Elég egy embernek feltenni a kérdést, hogy hova mész. És az elsősorban az Úr gyermekének kell szegezni ezt a kérdést, hogy hova mész. Elnézést akkor azoktól, akik kívülről jöttek, és talán még sohasem döntöttek az Úr Jézus mellett, mert nem is nagyon tudják, mit jelent megtérés, nem hozzájuk szólok elsősorban. Hova mész? Te, aki azt mondod, hogy Isten népéhez tartozol. Két irány van. Az egyik, vagy azt teszed, amit Isten mondott neked, vagy pedig azt, amit magad gondoltál ki. Miért gondoltam így, és miért láttam én ezt meg így? Azért, mert megfigyelve ebben a történetben Jónást, csak az Isten szolgáját, az Isten profétáját, aki nem egy árból szakadt ember volt, ha látjuk, hogy ki tudott csengetni annyit a zsebéből, hogy a világ végére szóló hajóútra elég legyen. Tehát nem volt egy árból szakadt ember. Tehetős ember lehetett. Proféta volt. Az Úr igéjét szólta. Lehet, hogy több volt neki, mint esetleg másoknak. Ez az ember, amikor eljut odáig, hogy Isten leleplezi, és összeomlik az Úr előtt, meg mások előtt, és látja, hogy az egyedüli megoldás meghalni, akkor ezt látva azok, akik sohasem hallottak addig igazán Istenről, megtérnek, illetve elkezdik áldani, magasztalni az Istent. Felismerik a Teremtőt Jónás Istenében. És valahogy ezt látom én az új szövetségi korban is. Amikor az apostolok kiállnak, prédikálnak a zsidóknak, Isten választott népének, akik látták és hallották, mi mindent vitt végbe Isten ezeken az embereken, azok megtértek. Nagy kísértés mondhatom úgy a mai világban a hívők részére, hogy úgy szolgáljunk a kívülvalók felé, hogy a lehető legkényelmesebbé tegyük nekik az utat, a keresztig, pedig ezt nem lehet kényelmesé tenni. Megtehetünk mindent, befűtjük a termet, szép világosságban, ízlésesen berendezett teremünk, hogy ez is, de kényelmesebbé nem tudjuk tenni az utat, a keresztet, akkor is, ha kényelmesek a székek, kényelmesek a padok. És elsősorban a hívők megtéréséről kell beszélni, ahhoz, hogy kívülről legyenek megtérők. Mind hiába prédikálunk, mint a kívülvalóknak megtérésről, Isten iránti engedelmességről, ha azok, akik azt mondják, hogy az Úr gyermekei döntöttek, nem tudnak ilyen példát adni, és nem látszik meg életükből az, hogy miként is történt a változás. Kedves testvérem, biztos nem haragszik meg Norbi. De hallgattam az ő bizonyságtételét, és elmondtam, hogyan is járt végig olyan utakat, amelyeket nem kellett volna. Istennek nem volt engedelmes, és Isten mégis rábírta arra, hogy neki engedelmeskedjen. Egy dolgot hiányoltam ebből a
történetből is megkérlek, máskor mondd el, lehetőleg minél többször. Mikor és hogyan történt az a fordulat? Az az összeomlás, az az összetörekvés, amikor rájöttél arra, meg én is rájöttem arra, hogy ez az út, amelyen haladok, ez nem jó. Itt nem lehet szépen elrendezni a dolgokat, átlépni egyik hajóról a másikra, társikból rögtön Ninivébe tartani, nem. Itt teljesen halálba kell adnunk magamat. Jónás erre jött rá. Na nézzük meg azt az embert, akit Jónásnak hívnak, ez megbecsült ember lehetett Izraelben, az Úr profétájaként látjuk, hogy volt neki pénze, nem volt a legszegényebb ember, és alkalmas is volt arra az Isten szemében, tűnt alkalmasnak arra, hogy elmenjen és hirdesse az igét Ninivében. Az, hogy Ninivében megtérjenek az emberek, Jónásnak kellett először megtérni. Elindult Ninivébe az Úr profétája, az Úr szolgája. Nem. Pedig nem volt ő pogár. Nem volt ő idegen Isten imádója. Nem mutatott ő áldozatokat be idegen Isteneknek. Sőt, annyira nagyon szerette az ő népét, a választott népet, hogy amikor azt gondolta, hogy Isten igéje eljuthat a Ninive beliekhez, és azok esetleg megtérnek, akkor inkább vesztenek azok, de én oda nem megyek. Izrael ellensége inkább vesztene. Nem szerette ő a pogányokat, sokkal jobban szerette Isten népét. Hadd mondjam azt, kedves testvéreim, hogy nagyon sok hív ember gondolkodik úgy. Nagyon szeretjük testvéreinket. Nagyon szeretjük azokat, akik a gyülekezetben vannak. És minden hívő ember ragaszkodik az ő gyülekezetéhez. És szeretne minél hamarabb ott lenni. Ugye így van ez itt is, az Isten tiszteletek kezdetén, a testvérek között. Legtöbbször akkor tudja az ember, mit jelent számára egy gyülekezet, ha megbetegszik, ha nem tud eljárni oda, ahol hetente egyszer, vagy akár kétszer, többször is felüdül, megerősödik lelkileg. És ez teljesen rendben és teljesen természetes. De nem fordul elő az, hogy sokkal jobban szereti az ember a gyülekezetet és testvéreit, mint sem, hogy elmenjen akár a gyülekezet kívüli helyekre prédikálni az evangéliumot. A munkahelyen, vagy akár a szomszédban. Nem csak a holnapi munkarészleteket megbeszélni, a munkahelyen nem csak az elkövetkező szabadságot elemezni, részletezni, hol töltjük, hanem az Úr Jézus Krisztusról beszélni. Vajon nem fogja el a hívő embert is ez a kísértés, hogy az Úr dolgai a gyülekezetben, az Úr népe között intézzük és beszéljük, akint a világban pedig, amit a világban kell. Hát, ha valaki így gondolkodott, akkor annak meg kell térni. És most mi itt az Úr népe között vagyunk. Isten igéje hangzik. Az Úr Jézus azt mondja, elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Az a misszió, amikor lelkeket merünk, megmentünk, vagy nyerünk az Úr számára, Ninivéből, az a világban történik. Az Úr házában, ahogy hallottuk, az Isten dicsőítése. És valóban igaz. Isten népe között nem a látogatókhoz kell alkalmazkodni a hívőknek, hanem az Úrhoz. És amikor a látogatók azt látják, hogy a hívők hogy szeretik az Urat, és amikor a látogatók azt látják, hogy az Úr gyermekei hogyan esnek térre, és hogyan bánják meg ellen követett, vagy csak gondolatban végbevitt tetteiket is, akkor megrendülnek, ugyanúgy, ahogy ezek a hajósok. Ez az ember, Jónás az Úr gyermeke volt, az Úr profétája volt. Mehetett volna Ninivébe, mégsem ment. Hívő emberek, annyira örülünk sokszor a kegyelemnek, fiatalok, rólatok is beszélek, magamról is, mert megtapasztaltam ezt magamban is, hogy annyira felszabadulunk
amikor az Úr megbocsátja bűneinket, azt gondoljuk, na most már könnyű szívvel, na most már teljes szabadságot tehetjük azt, amit jobbnak látunk. Ugye, hogy ez nem így van, és nem így kellene legyen. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád, mondta a kis Sámuel. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Kérdezi Pál apostol, amikor megállította az Úr Jézus a Damaszkuszba vívő úton. Hova ment akkor Pál apostol, aki azt gondolt, hogy az Úr szolgálatában van, hogy Izrael Istenért buzgolkodik Damaszkuszba, keresztényeket összefogdosni. Hova ment Jónás, akinek az lett volna a feladat, hogy Ninivébe hirdesse Isten igényét Tarszusba, a világ végére. Azt jelentette, hogy a saját feje után, saját elgondolása szerint él. Kedves barátom, kedves hívő fiatal, lehet, hogy te is úgy vagy, mint én nagyon sokáig, még megtéretlenül Isten népe között az Úr gyülekezetében, amikor evangelizációt szerveztek, azon trukkoltam, bárcsak térnének meg minél többen. Bárcsak emelnék fel a kezüket minél többen. Csak éppen én nem voltam megtérve, és arra nem gondoltam, hogy nekem kellene változni. Nem tudom, hogy a jelenlévő közül ki az, akit megszólít Isten ezen az estén, de kívánom, hogy legalább egy ember, de minél többet szólítson meg, aki olyan, mint Jónás. Aki azt gondolja, hogy gyülekezetbe él, gyülekezethez tartozik, mert talán beismerítkezett, elpecsételte magát az Úrnak, és élhet úgy, ahogy jónak látja, de mégsem azt teszi, amit Isten kíván tőle. Mit kíván tőle az Isten? Azt teszed? Mire fordítod a pénzedet? Figyeljük meg! Jónás nem kevés pénzt fordított arra, hogy elmenjen Tarszuszba. Mintha a mai időkben azt mondanánk, hogy valaki ahelyett, hogy elmenne Moldáviába, vagy mondok egy nagyon távoli vidéket, szegény sorban élő embereket, vagy Afrikába prédikálni az igét, és azt mondja, inkább befizetek ebből a pénzből egy világ körüli hajót. Ahelyett, hogy menne Afrikába, menne olyan helyekre, ahol tényleg éjséggel és szomjúsággal várják, és várják az evangéliumot. Vagy mondhatok kevesebbet is, mert lehet, hogy nincs valakinek annyi pénz, hogy világ körüli hajóútra fizessen be. Annyit kellene csak adni, éppen adakozni, hogy egy evangelizációt meg lehessen szervezni, vagy el lehessen valahova vinni az evangéliumot, ahol még nincs is gyülekezet. És nem jön annyi össze, mert kevés a pénz. Az egyik gyülekezetben, nem nevesítek, probléma volt, azt mondta a gyülekezeti elnökjáró testvér, gondolom a adakozásra. Egyre kevesebbet adnak a testvérek, pedig többet adtak valamikor. Elég szegény sorban lévő kis gyülekezetről van szó, sajátos misszió, és gondolom akkor értik a testvérek, hogy milyen gyülekezet lehet ez. És kérdeztem, igen, de nézzük csak meg, hogy az evaktikon számlák milyen nagyok. Az a jó néhány munkanélkül, vagy aki segélyből tartja fel magát, mennyit fizet telefonszámlát? Száz valamennyi lejeket. És nem tudnak egy hónapban 10 lejt, vagy 12 lejt, hogy valami baj van. Én nem hiszem el azt, hogy nincs pénz. Ne lehetne, mint az Úrnak adni, csak máshova. Máshova fordít. És kellett evangelizálni először a gyülekezetnek, és a gyülekezetben. Testvéreim, kedves fiatalok, mire fordítjátok a szabadidőtöket, energiáitok nagy részét, pénzeteket, amire fordítjátok, az megmutatja, hogy milyen irányba tartotok. Aki jó irányba tart, aki azt mondja, hogy Uram, én arra megyek, amire küldtél engem, látszik róla. Látszik a lépéséről. Látszik a gondolkodásáról, a gondolkodásmódjáról, a viselkedéséről, az áldozatkészségéről, egy szóval a magaviseletéről. Na, hova mész?
Jónásnak nem csak pénze volt, hanem figyeljük meg, nyugodt lelkiismerete. Nyugodtan tudott aludni akkor, amikor mindenki más izgult. És ez a legnagyobb baja a mai missziónak, amikor a hívők nyugodt lelkiismerettel vannak, akkor hogy jól tesznek mindent közben, egészen rossz irányba halad az élet. Nem akarok senkinek se kimenekedést adni. Egyszer valaki ezzel vágott vissza a kemény dolgához, szavak után. Jó van, testvér, jó van, de ha nem ér semmit, amit csinálok, meg van írva, hogy mint egy tűzön keresztül. Végül úgyis megmenekülök. Minden munkám megéget. Ha vegyük, de testvér, hogy majd ez a munkám megég, aztán mégiscsak üdvözülök, mert az úgy gyermeke vagyok. Erre szomorú. Holott én hiszem ezt az igeverset, de nem tudom azt mondani, hogy az engedetlenek bejutnak Isten országába. Be kell lépni a szoros kapun, onnan nyílik meg a lehetőség a helyes irányba tartani életünket, és utána folyamatosan tartani kell a jó irányt. Nem tudom, az idősebb testvérek talán nem, de a fiatalok már használtak ilyen GPS-nek mondjuk iránymutató, célba vezető eszközt, ugye? Helyre határozó eszközt. Hát, nekem is van egy, és amikor ismeretlen helyekre megyek, akkor figyelek rá, de nem mindig sikerül. Beszélgettünk közben, vagy énekeltünk az elmúlt alkalommal is, aztán nem tértem, jobbra mentem tovább. Na, azt hallom, újra tervezem az útvonalat. Nem azt mondja, hogy az elején még mondja, hogy fordulj meg. De aztán, amikor elmentél egy néhány kilométert, akkor nem mondja, hogy fordulj meg, hanem vezet más kacskarígós utakon ugyanabba az irányba. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz, meg egy kicsit többbe kerül, de aztán végül mégiscsak oda jutott az ember. Na, keresztény élet meg ilyen. Ott nem lehet ilyen-olyan kanyarokkal helyrehozni a rossz irányt. Vissza kell térni oda, ahonnan eltértünk. Tartani kell a helyes irányt. Jónás nem tartotta, egyenesen rossz irányba ment, és nyugodt lelkiismerettel tudott aludni. Hogy létezik ez? Amikor ezen gondolkodtam, azt mondta Isten nekem, ne csodálkozz rajta, mert te is ugyanígy voltál. Jó néhány esetben. Kellett valami történnie. Földindulás. Vízmozdulás. Másoknak a megrökönyödése, hogy engem kizökkentsen. Az én testvérem a bizonyságtételiben megemlített egy ilyen esetet. Gondolom, akkor történt nála az, ami sokunknál. Ha te olyan komoly lennél, mint amilyen Léha vagy, akkor alkalmas lenni az úrszolgálatára. Ugye ezt adott? Amikor ezek a hajósok rákérdeztek Jónásra, akkor Jónás összeadott. Jónásnak vége lett. Jónás már nem mehetett tovább, meg volt állítva. Kell történjenek ilyen pillanatok, ilyen megállás a hívőben életében, amikor rádöbben arra, hogy hát tulajdonképpen én elindultam, de nem arra megyek, amerre Isten akar látni vagy küldeni engem. Én tulajdonképpen az Úr gyermeke vagyok, én Isten eszköze vagyok, de nem azt teszem, amit nekem tenni kellene. És amikor valaki eljut idáig és összeomlik az Úr előtt, na, azt látva bárki felismeri az Úr hatalmát. És lesz megtérés. És lesz megfordulás, nem csak egy embernek az életében, hanem többeknek az életében. Talán Libiu testvér mondta, ha jól emlékszem, azért jön váradra, hogy a hívőknek hirdesse a megtérést. A hívőknek kell először megtérni, és ha azok megtérnek, akkor csak özönlenek az emberek az Isten házában. Visszaemlékszem gyerekkoromban, amikor ébredés volt Zilaon, az Zilai gyülekezetben, nem is nagyon kellett hívogatni az emberek. Hát fél hétkor már péntek este is, el volt foglalva minden nap.
ott voltak, akik oda akartak jutni. És kezdődött úgy az Isten tiszteltünk. Most éneklés, imádság, igeolvasás, hirdetett itt az ige, és jöttek az emberek kívülre. Mert voltak olyan megtérések, voltak olyan összetöretések. Kedves fiatalok, feltesz nektek az Úr ezen a estén a kérdést, hogy hova mész. Oda, ahol én küldtelek, abba az irányba tartasz, amelybe én állítottalak, azt teszed, amit én mondtam neked, vagy amit te elgondoltál. Mert azt tudom mondani, hogy kétféle hívő ember van. Egy, aki megkérdezi, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, a másik meg, add meg, Uram, hogy amit elgondoltam, azt meg tudjam tenni. Te melyik ember? Hát Jónás nem az volt, aki azt tette volna, amit az Úr akart volna, az Úr elvárt volna tőle. De milyen kegyelmes az Isten. És milyen nagy az ő szeretete, amikor ezt az engedetlen szolgát megállítja. Amikor ennek az engedetlen szolgának kiderül a múltja, honnan jött, ő kicsoda, milyen bűnt követett el, és méltó a halálra, akkor nem engedi a halálba. De Józsefnek el kellett jutni odáig, hogy nem érdemli meg az életet. Miért? Mert rátöbbent arra is, hogy nem csak a saját életét kockáztatta, hanem még az úti társait is. Ó, ne legyen egy sem. Egy ember se az utolsó napon, aki rá tud, vagy rám tud mutatni, és azt mondja majd Isten, hogy ezzel munkatárs voltam, ezzel egy osztályba jártam, ennek a szomszédja voltam, és nem beszélt nekem az élő Istenről. És nem láttam az ő megtérését. És úgy láttam, hogy ugyanolyan, mint én. Semmivel se külön. Egyetlen egy ember ne legyen. Mert jaj, akkor, ha így tudnak rám mutatni. Az Isten nagy kegyelme mutatkozott meg, nem csak Jónás felé, hanem a pogány hajósok felé is, amikor megállította Jónást. És hiszem, hogy Isten adta a szívébe, hogy azt a megoldást tárja a hajósok elé, ami nagyon durva, ami nagyon meghökkentő, ami nagyon embertelen, de mégis az egyetlen megoldás, és ez a megoldás a halál. Mert a bűnre, az engedetlenségre nincs más fizetség, csak a halál. A bűn zsoldja a halál. És amíg valaki nem tud meghalni a hegynek, amíg valaki nem tudja megutálni, megundorodni a régi életét, hogy inkább a halál kívánja magára, addig nem is fog új életet kezdeni. Addig nem is változik meg az élete. Van úgy, hogy a jó szolgálja akár még nagy tetteket végezvívő jó szolgálja és megbotlik, elesik, kudarcokban, szégyenére, akár egy gyülekezetnek, vagy nagyobb közösségnek is. Hallottam ilyenről, és hallottam olyanról is, hogy aztán mégsem marad kint a világban, hanem mégis ott buzgolkodik az Úr népe között. De akárhányszor is hallottam, vagy találkozok ilyen emberekkel, akár lelkipásztor, vagy egyszerű gyülekezeti tag legyen, meg szoktam tőle kérdezni, volt-e életedben egy összetöretés? Szépen nem lehet megtérni. Amikor azt mondtad, hogy jaj, végem van nekem, még másokat is veszélybe sodorta, nem érdemlek más, csak a halál. A kedves fiatal testvérem, ha volt életedben ilyen, akkor lesz megtérés. Nem csak te fogsz megtérni, nem csak te tértél meg, hanem akik ezt hallják, hogy látták, azok is elindulnak. Vagy akár ezen az estén is megtörténhet. Jónás a halálba kívánta magát. Igaz, hogy az is mozgatta, hogy Istentől próbált elfutni a világ végére, rájött, hogy nem lehet, hát talán majd a halálban nem ér utód Isten. De Isten nagy kegyelme
nem engedte, hogy halált lássa. És mit mondott az Úr Jézus Krisztus? Jónásra utal. Amiképpen Jónás volt a hal gyomrában, aképpen lesz az ember és a föld gyomrában. Tehát Isten nagy kegyelme az utolsó időben, hogy aki megérdemli a halált, nem kell meghaljon, mert volt valaki, aki helyette meghalt. És ez Jézus Krisztus. Az Úr gyermekének, ha megbotlott, ha elesett, a teljesen istentelen életet élőnek, ha felismeri, hogy minden elveszett. Csak egy megoldás van a halál, de nem mi halunk meg, hanem Jézus Krisztus hal meg. De el kell jutni odáig. Nem érdemlem meg az életet. Isten rávezette Jónást, ha valaki elolvassa a második részt, akkor tudja, hogy Jónás mi mindenen ment keresztül, és hogyan kapott kegyelmet. Isten megkegyelmezett Jónásnak, és Isten meg akar kegyelmezni ma este neked. Ha nem tudsz arra a kérdésre úgy válaszolni, hogy hova mész, hogy oda, Uram, ahova küldtél. Jézus Krisztus meghalt helyetted, Jézus Krisztus szenvedett helyetted, és nem fogsz elveszni, ha megalázod magad. Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Ha Isten szerint szomorodik meg valaki, és úgy kívánja életére a halált, és tudja, hogy nem érdemli meg az életet, Isten annak kegyelmet. Hát nem szerető Istenünk van. Hát nem többet tesz ő, mint amit mi elgondolnánk. Szokták kérdezni tőlem sokszor, meg másoktól is biztos, hogy hogy vagy. Én rendszerint azt válaszolom, hogy jobban, mint ahogy megérdemlem. És ezt mindig így is gondolom, amikor mondom, akkor újból tudatosítom magamban. Sokkal jobban van dolgom, mint ahogy megérdemelni. Mert megérdemelném, hogy Isten minden nap lesújtson rám valahányszor, nem azt teszem, amit nekem tennem kell. És mégsem teszi. Miért nem sújt le? Azért, mert Jézus életben meghalt. És én azért tudom vallani, hogy Jézus életben meghalt, mert én akartam meghalni, mert én láttam úgy, hogy elveszett az életem. És egészen addig, míg valaki nem kerül szembe a halállal, és nem látja a halál az életét, nem látja, hogy Jézus Krisztus elvállalta. Nem csak mi merték a hajósok, hogy Jónást a tengerbe vetik, és jól megijesztik, nem, tényleg a tengerbe is vetették. Annak az embernek, aki Isten elé járul, hallottuk, ha már megváltott, akkor az a reakciója, hogy dicsérje az Isten, dicsőítse. De aki nincs megváltva, annak mi a reakciója, ha rádöbben, hogy a hatalmas Isten színe, hogy jaj, nékem! Az Ószövetségben így viselkedtek emberek. Jaj, nekem, meg fogunk halni! Jaj, nekem, elvesztem! Ha Isten megállít téged ezen az estén, a rossz úton, mert rossz irányba tartasz, akkor ezt fogod tapasztalni. De azt is, hogy Jézus Krisztus áldozata nem volt hiába. És amit neked kellett volna elszenvedni, az elszenvedhetetlent, azt ő magára vált. Bűnei büntetését. Aztán ez a Jónás mehetett igényt hirdetni Ninivébe. Volt megtérés? Egy egész város megtér. Miért nem térnek meg ma egész városok? Miért csak szállíroznak úgy mond kívülről azok, akik elér valahogy az Isten az szeretete gyilkvaló? Talán nem azért, mert kevesebb hívő van, aki azt tenné, ami az Isten akarata. Hajtsuk meg a fejünket, és én vagyok. Drága jó Istenem, megállunk előtted, megállítasz Jónás példáján, Jónás életén keresztül,
és hallgatjuk a kérdést, hogy hova megyünk. Sokan vagyunk olyan, akik azt mondjuk, hogy ekkor és ekkor elindultunk a jó irányba. De most nem ezt kérdezed, valamikor hova indultunk, hanem most hova megyünk. Mi az az irány, amit tartunk? Uram Istenem, kívánom megvizsgálni én is magamat. Nagyon sokunkkal együtt. Mutass rá, Úrnak, csökönyösségünkre, makasságunkra, engedetlenségünkre. Ha nem azt tettük, nem oda mentünk, ahol kellett volna, bocsáss meg nekünk. Nem érdemeljük meg az életet. Nem érdemeljük meg a kegyelmet. De mégis egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus meghalt helyettünk. És nagyon szégyeljük magunkat. Ennek ellenére is nem azt tesszük, amit tennünk kell. Úr Jézus, kérjük, hogy használd ki ezt a pillanatot, ezt az estét, amikor megálltunk színed előtt, arra, hogy rábírd minket a változásra. Rábírd minket a megalázkodásra, az összetöretésre, minden egyéni célunknak a feladására, hogy mondhassuk azt Pál apostollal együtt, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így kívánjuk ma is keresztre szegezni óemberünket. Te tudod, Úr Jézus, ez lenne a legjobb bizonyságtétel kívülvalók előtt, amikor látják Isten gyermekeinek életében a kegyelem kiáradását. Kérlek, Uram, aki a legjobb megoldás vagy, az egyetlen megoldás, meghaltál helyettünk, és akiben meghalhatunk a réginek, tégy csodát ezen az estén is. Támaszd fel azt új életre, aki kész halálba adni a régit. Légy irgalmas hozzánk. Szeretném kérdezni a jelenlévők közül, ki az, aki változtatni akar az életén, rájött arra, hogy Isten megállította, és nem akar tovább abba az irányba haladni, amiben most találtatott. Azt akarja, hogy Krisztus éljen tovább benne. Aki szeretne olyan bizonyság lenni, hogy az összetöretéséből, a Krisztus előtti megalázkodásából olyan bizonyosság származzon, látva ezt mások megtérjenek, akár teljesen istentelenek is. De csak az, aki eljutott eddig a pontig, aki azt látja, hogy nem érhet úgy tovább, hogy eddig, még ha keresztény volt, még ha az úgy gyermeke volt, akkor sem tarthatja tovább ezt az irányt, amiben most idáig tartott, emelje fel a kezét. Van-e ilyen valaki? Igen. Van-e még valaki? Igen. Van-e még valaki, aki szeretné, hogy... Igen. Ezen az estén olyan fordulat történjen az életében, hogy ez még másokra is hatással legyen. Van-e még valaki? Igen. Igen. Még vannak-e? Igen. Még idősebbek is vannak. Igen. Igen. Van-e még valaki? Igen. Aki összeomlik az Úr színe előtt, mert ez a reakció arra Istennel találkozik, és látja, hogy nem mehet tovább, van-e még valaki? Úr Jézus, olyan jó teljesen lemondani arról, ami a miénk, veszni, hagyni akár a pénzt is, amit kidobtunk az ablakon, ilyen-olyan dolgokra, meg az időt is,
amit elfecséreltünk, olyan jó mindent feladni, és engedni, hogy az történjen, amit Te elterveztél. Hálát adok, Uram, azokért, akik rádöbbentek arra, hogy nem élhetnek maguknak, és nem is érdemeljük meg az életet, ha magunknak akarunk élni. És oda adják az életüket a halálba, hogy benned megújulhasson. Kérlek, Uram, Te, akinek nagy hatalma volt arra, hogy a nagy tenger közepén megmentsed Jónást, cselekedj most is, itt a gyülekezetben. Ne engedd, Uram, és tudom, hogy nem is kell ezt kérni, hogy ne engedd elveszni azokat, akik előtted összeomlottak. Áldod, Uram, hogy nem engeded a porban maradni, nem engeded elsüllyedni azokat, akik élet és halál urának adták oda az életüket. Könyörgök, Uram, értük, formál teljesen engedelmes gyermekeidé. Adj nekem is, Uram, kitartást, nem csak ideig óráig szólni az igét, hirdetni, hanem úgy tenni bizonyságot, úgy megélni az új életet, hogy azt hosszú időkön, életem végéig, életünk végéig láthassák azok, akik figyelik és követhessék a mi hitünket. Amen. Amen.